Az elmúlt hét második felében rendezték meg Kaposváron az ifjúsági országos bajnokságot, amelyen 5 lány és 2 fiú képviselte a nyíregyházi színeket. Közülük 5-en még serdülőkorúak, Barna Bianca pedig első éves ifinek számít. 59 egyesület versenyzői közel 2000 rajtot regisztráltak. Ebből 12 Barna Biancáé volt, aki a 3 mellúszószám döntőjében esélyeshez méltóan elsőként csapott a célba. Mindenképpen nagyon megterhelő volt, ugye döntő kell délután. Első nap csak 100 mellen döntőztem, ott is elfáradtam nyilván. Harmadik nap volt szerintem a legnehezebb, mert ott 200 mell és 400 vegyes volt, és mind a 2 számot egymás után úsztam, nem tudtam sajnos levezetni utána, de azt is megpróbáltam minél jobban kihozni. Utolsó nap pedig 50 mellen sikerült ugyanúgy egy aranyérmet szereznem. Urbin Tamás szerette volna, ha valamelyik nyíregyházi váltó döntőbe kerül, ami ezúttal nem sikerült. Ettől függetlenül a szakágvezető elégedett volt a fiatalok szereplésével. Meglepően magas indulószám, rekord nevezés volt, amit többen kihangsúlyoztak, hogy ifi bajnokságon ilyen még nem nagyon fordult elő. 3-3 futamokat rendeztek, 3 telefutamot is adott esetben váltószámokból. Sokszor csak hajszálon múlott, legközelebb majd jobban készülünk a váltókra. Egyéni számokban ugye 200 méter pillangón a Molnár Kitti szereplése nagyon jó egyéni csúcsot hozott, illetve 7. helyen zárt, ami azt mondom, hogy ebbe az erős mezőnyben is szép teljesítmény volt. A kicsik közül kiemelném például Lénárt Esztert, aki minden gyorsúszó számában egyéni csúcsot javított. Ez nagyon jó jel a nyílt vízi hosszútávú úszó és a serdülőbajnokság előtt. A junior Európa-bajnokságot július 6-a és 10-e között rendezik a romániai Otopeniben. Barna Bianca mindhárom mellúszószámban indul, de a 4x100-os vegyes váltóban és a mix váltóban is számít rá a szövetségi kapitány.